Semmiféle tervezet nincs mögöttünk, sem charity, bejegyzett charity tervezet, sem politikai, egészségügyi állami, semmilyen tervezet, ezek csak pusztán civilek, csak pusztán saját pénzünkből, saját adományokból készítjük az ételeket, és áldozunk rá a szabadítőket. Egyáltalán senki nincs mögöttünk, aki jegyzett valahol. Ticket. Go. 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 Go.
Debrecen. Wait for you. People, for they will help you. Okay? Yeah, tell us. Better. Magyarország nem engedi meg magának. Magyarország nem engedi meg magának. Nincs olyan hely,
Nyugat-Európában olyan városrészek vannak, Strasbourg, Párizs, Marseille, Londonban, szétverik a bevándorlók a városokat. Párizs szétverik, London szétverik, Stockholmot szétverik. Tudásos költő ember. És tudja, mi lesz a vége? Európának és Magyarországnak arculata meg fog változni. Vagyok ahhoz, hogy bort igyak. Nem kicsoda igazolja magát, csak akkor.
akkor kamerás, ha nem jobb sértés. Mi? Akkor se. Akkor se. Kamerás. Hagyja békén a gépen. Hagyja békén a gépen. De kamerás, jó. És utána tölteszitek egy arra vonatra. Jó, akkor ez így tök jó. Jó. Jó, oké, oké. Akkor nekem meg csak 40-et küldtök ide a nyugatiba. Teljesen jó. Oké, oké. Köszi. Köszi, adom a tolmácsot, hogy jön Szegedről egy vonat. Arról le kell szállítaniuk 40 embert, akik Debrecenbe mennek, és azzal a 40 emberrel együtt ő is mehet Debrecenbe. Fölrakják a debreceni vonat, tehát mehet a táborbankba, szeretne menni. Jaj, édesem. Figyelj, akkor tele lenne a lakásunk szír, meg mindenféle afgán gyerekekkel. Én is ezzel tudtam volna, mert hogy 50-et szedni. Itt Budapesten a pályaudvarokon fogadjuk a migránsokat, akik regisztrálás után kapnak egy jegyzőkönyvet, amin ki van jelölve számukra egy befogadóhely, egy befogadótábor, amit a meghatározott időn belül el kell foglaljanak. Na most van olyan ember, akit migráns, akit Debrecenben regisztrálnak, és mondjuk a Vámos Szabadi táborba kell mennie, ami pont az ország másik felén van. Én csak magyar nyelvű jegyzőkönyveket láttam, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy minket Afganisztánban leraknak egy pályaudvaron, vagy az ország egyik felén, és akkor kapunk egy parti nyelvű papírt, és az alapján nekünk meg kell találni egy települést, úgyhogy keresztül tartunk Afganisztánt, tehát egyszerűen fizikai képtelenséget 24-48 órán belül ismeretlenül megtalálni. Nagyon kevesen beszélnek közülük angolul, bár meg kell mondjam, hogy a magyarokhoz képest, a magyar felnőtt lakossághoz képest szerintem még így is sokan. Tehát ebben segítjük őket, hogyha megérkeznek egy budapesti pályaudvarra, ahonnan tovább tudnak utazni a csomópontok a befogadótábor felé, akkor mi segítünk, elirányítjuk őket. Ezen a meghatározott időn belül ők a vasúti közlekedést ingyen használhatják. Civilek összeadják minden egyéb költségre a pénzt, tehát adunk nekik ivóvizet, adunk nekik szendvicset, próbálunk tisztálkodószereket és borotvát, szappant, rettenetesen szégyelik magukat ezek az emberek, amiért fontosak és büdösek. Gondolom, miután Magyarországon végig utazhatják őket, a magyaroknak kialakul egy ilyen szemléletük vagy véleményük róluk, hogy ezek alapjáraton ilyen büdös, koszos emberek, holott két hónap míg jönnek napi 7-8 órát gyalog, hegyen, völgyön keresztül, mire ide érnek, úgyhogy nincs lehetőség tisztálkodásra. Próbálom nekik előtt, pedig sajnos a lehetőséget, sikerül, miután nincsenek legális
normális ellátásban. Vannak közöttünk csatlakoznak hozzá egészségügyi szakemberek, akár orvosok. Többször volt már például, hogy orvosra volt szükségünk, ami ugye nagyon drága szüleknek nincs annyi pénze, hogy a kicsit finanszírozva, és felajánlom, hogy ezt az ellátást egy szokályos díjnak. De volt már, aki tűzteni kellett volna arra, hogy nincs jogosultsága és az ambuláris szüleknek ellátásra. Voltak sérültek, akiket a ezeken próbálunk segíteni, és minél gyorsabban eljuttatni őket a másik pályaudvarra, ahonnan tovább tudnak utazni a célállásokra.